Sziasztok! Kijöttem bringázni egy kicsit itt a Tapolcára, és úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyok, megnézem ezt az ingyenes bringa szerelő pontot, amiből Miskolcon egyébként 10 darabot helyeztek ki idén, ha jól emlékszem, június elején olyan 10-15-e tájékán. És akkor nézzük meg, hogy ez miről is szól ez a történet. Még annyit ennek a hátteréről, hogy ha jól emlékszem, akkor az önkormányzati képviselő, aki ezt indítványozta, hogy kéne ilyen Miskolc, az Tiszaújvárosban látott már ilyet. Egyébként Miskolcon is létezik már ilyen, illetve létezett már régebben ilyen, a Színva Park előtt, illetve mellett, de az már eléggé gatya állapotban van. Minden esetre nagyon jó, hogy ezeket kihelyezték. Nézzük meg akkor, hogy miket lehet itt elvégezni, illetve mire jó ez tulajdonképpen. Elsődlegesen van itt egy pumpánk, ami nyomásmérős, egy kicsit vandálbiztossá van téve, és egy egész jó minőségű SK-s fejjel van ellátva több szeleptípushoz, úgyhogy ez egy rohadt nagy pluszpont. Ez egyébként jelenleg tökéletesen működik, nincs eltörve, meg semmi, de a Miskolci bringás csoportba egyébként feltettek róla egy fotót, ezt majd ide beteszem, hogy valamelyik vadbarom már az egyik ilyennek ezt a pumpa karját gyakorlatilag, ezt a dugattyú részt, ezt elhajtotta. Ha jól emlékszem, sikerült ezt működőképessé tenni és visszahajlítani, de akkor is hát keze törjön el, aki ilyet csinál. Ha átmegyünk a másik oldalra, akkor itt egy bringa felakasztására szolgáló ilyen fém állványt találunk, ami szerintem rohadt jó megoldás. Ide középre akár a nyerekcsövet be tudjuk tenni, akár a felső vászcsövet fel tudjuk rögzíteni, mert azért ez elég nagy távolság, tehát itt tud úgymond balanszírozni a bringa. Én úgy raktam fel a biciklit, hogy az ülésnek a pálcájára rögzítettem, illetve arra akasztottam fel az ülésre, és így is tökéletesen rögzült. És ez alatt találjuk igazából a lényegi segítséget, illetve lényegi szerszámokat, amivel esetleges karbantartást el tudunk végezni. Nos, akkor nézzük is végig, hogy milyen szerszámokat találunk. Ugye ez is ilyen lopásbiztos, vandálbiztosan egy ilyen acélsodronyra van rögzítve, egy ilyen forgós karabinerszerűségre van rögzítve, tehát ez is segíti igazából a használatot. Van egy darab gumileszedőnk, meg még egy darab gumileszedőnk, meg még egy darab gumileszedőnk, tehát három gumiszerelőszerszámunk van. Van egy 10-es kulcs, egy univerzálisnak mondható küllőkulcs, egy 8-as, villáskulcs a másik gumileszedőhöz, egy 13-as kulcs van rögzítve, van egy 15-ös kulcsunk, gondolom ez van legtöbbet használva, hogyha valaki szerel ilyen régebbi típusú biciklit, egy Philips csavarhúzónk, egy lapos fejű csavarhúzónk, egy állítható kulcs, azért, ha esetleg valakinek valamilyen eltérő nagyságú csavart kéne meghúzni, egy imbuszkulcs készlet, egy ilyen viha imbuszkulcs készlet, a szokványosan használt imbuszkulcsokkal, és egy ugyancsak viha torx kulcs készlet. Nos, ez a szortiment, amivel lehet itt gyakorlatilag ingyenesen karban tartani a bringákat, ami szerintem egy rohadt jó dolog egyébként. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor én fiatal voltam, én összetettem volna a két kezem, hogyha a környékünkön van egy ilyen kerékpár szerelőpont, és ezeket a karbantartási munkákat egyébként minőségi szerszámokkal, mert ezek elég jó minőségűnek tűnnek ezek a szerszámok nekem, minőségi szerszámokkal el tudom végezni. Ha már itt járunk, akkor még azt érdemes lenne megmutatnom, hogy még arra is gondoltak, hogy a pumpa használatához egy kis használati utasítás is van, ami megmutatja, hogy a pumpának a fejét hogyan kell használni, úgyhogy ebben sem lehet hiány, tehát ez sem akadályozza meg a
a usert a szakszerű használattól. És ha már itt egy kicsit belemegyünk ezekbe a szerszámosdiba, akkor van azért egy-két olyan szerszám, amit én még javasolnék, amit szerintem érdemes lenne ezekre a oszlopokra rögzíteni. Itt látunk mindenféle villáskulcsot, ugyanakkor pedálkulcsot, illetve kónuszkulcsot nem látok, és nem feltétlenül férünk hozzá mindegyik pedálhoz mondjuk egy 15-ös kulccsal, vagy egy akármilyen másik kulccsal. Lehet kapni ilyen több végállású, tehát ilyen lapos lemezből kipréselt pedál, illetve kónuszkulcsot. Én is olyat használok otthon egyébként. Már lehet, hogy valamelyik videóban láttátok is. Azt simán lehetne itt használni. Szerintem egy ilyen kónusz meghúzásához, vagy pedig egy pedál meghúzásához ez tök ideális lenne, illetve egy pedálcserét is el lehetne itt ezeken a pontokon végezni. Ez pedig szerintem egy eléggé egyszerű karbantartási folyamat, illetve szerviz folyamat. Nyilván ezek az oszlopok leginkább arra hivatottak, hogyha útközben meghibásodás történik, akkor azt orvosoljuk, de szerintem ez is egy olyan dolog, ami előfordulhat esetleg menet közben, esetleg egy pedál, vagy egy hátsó kerék, első kerék probléma. Továbbá, ha már itt járunk, érdemes lenne esetleg egy láncbontót rendszeresíteni. Én még azt hiányolom igazából. A láncszakadás, illetve a lánccal kapcsolatos problémák is eléggé gyakran előfordulnak, tehát érdemes lenne esetleg egy olyat rendszerbe állítani. Itt gondolom, hogy az is szűk keresztmetszetet okoz, hogy azt lopás biztosan rögzítsék, és a tüskét, amit kihajtunk, illetve behajtunk, azt megfelelőképpen rögzíteni lehetne. Szerintem erre is lehetne találni megfelelő megoldást. Én azt szerintem még nagyon szívesen látnám itt ezen a szervízponton. És akkor egy kicsit arról beszélnék, hogy ugye Miskolcnak a főbb kerékpáros útvonalai mentén vannak ezek a szervízpontok elrakva. Most itt vagyunk fent a nagy parkolóban, Tapolcán, tehát ha itt körbenézzünk, akkor látni, hogy itt rengeteg autó jár, ott lehet lemenni igazából a barlangfürdőhöz, ez itt a buszforduló része, és akkor itt lehet visszamenni gyakorlatilag a Tapolcai parkba. És egyébként itt a Tapolcai park bejáratánál, az ellipszumnál van szintén egy ugyanilyen állvány. Nincs 500 méterre. Szerintem ez egy kicsit sok, tehát szerintem egy kicsit zsúfolt, kicsit lehetett volna máshova is elhelyezni, biztos máshol találhattak volna neki jobb helyet, de egyébként nagyon örülünk neki, hogy vannak ezek a kerékpár szerelőpontok. És még akkor egy ilyen elméleti síkon felvethető gondolat, hogy ugye van nekünk egy pumpánk, van nekünk egy csomó gumiszerelő szerszámunk, szám szerint 3, ami tök jó. Így gyakorlatilag egy ilyen gumiszerelést simán el lehetne végezni. Na már most, hogyha valaki eljön bringázni, és nincsenek nála ezek a szerszámok, akkor mennyire elképzelhető, hogy esetleg defektjavító vagy pótbelső van nála? Mert szerintem ezeket általában együtt szokták az emberek utaztatni. Tehát én nekem is úgy van, hogy defektjavító, belső és a gumileszedő szerszám, illetve a pumpa. Én még egy olyan gondolatot elvetnék itt a fejekben, hogy mi lenne akkor, hogyha itt a környező részeken vannak büfék, meg hotel a másik oldalon. Simán meg lehetne azt oldani, hogy a város mondjuk azt mondja, hogy bizományba berak ezekbe a vendéglátóipari egységekbe, boltokba, akármibe. Nem sok, 5-10 darab különböző típusú belsőt, illetve vagy 5 darab defektjavító szettet. És bizományba ott hagyja, és azt mondja, hogy mit tudom én, évvégén elszámolunk, és akkor visszaadják eladásra nem került részt. És akkor ide, erre a felületre simán ki lehetne ragasztani, hogy na, Gerzsonka, innen 200 méterre arra
találsz magadnak ilyen és ilyen típusú belsőt, amennyiben ez hiányzik neked. Szerintem ez egy rohadt jó dolog lenne, és esetleg a vendéglátósoknak is, illetve a boltosoknak is adhatna egy olyan lehetőséget, hogy keresztértékesítés során esetleg egy üdítőt, kávét, bármit eladjanak a szervízre szoruló delikvensnek. Úgyhogy ez lenne az egyik miskolci bringa szerelőpont. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, és tényleg egy nagy piros pont az önkormányzatnak, hogy ezeket kirakták. Ez egy nagyon jó dolog. Mondom, én ezeket a fejlesztési javaslatokat látom úgy, hogy még esetleg lehetne itt bevetni, de mindenképpen dicséretes, és köszönjük.